Nem csak a pályán, a szimulátorok előtt is folytatódott a vetélkedés, mint ahogy ezt láttuk ugye már egy héttel ezelőtt, szinte nem lehetett szabad ülést, szabad szimulátor találni. A két tavalyi győztes, Tamás Adrián és Rákics Károly pedig lehetőséget kapott arra, itt éppen őket látjuk, hogy az életben is kipróbálják magukat. Mit vártatok az első éles bevetéstől? Első éles bevetéstől egy kicsit tartottunk így az elején, viszont ahogy beültünk az autóba, ugye az éveket már kitapasztaltuk a szimulátoron, úgyhogy bejött az életbe is. Kicsit hozzá kellett szokni az autóhoz, de nagyon tetszett így elsőre. Hát én is tartottam tőle elég rendesen, főleg itt a versenytől kimondottan. Hát időmérően annyira nem izgultam azért, de mindenképpen jobbat vártam. Hát ez a hétvége most így sikerült, reméljük lesz még rá alkalom. Ez pedig már adja a verseny. És hát nagy változás ott az elején, az élbolyban nincsen. Ugye ott van Kis Norbert, ott van Weber Gábor, jól látom Gál Szabolcs, Zollner Gyula. Szóval mindenki. Tehát még Déri András is. Déri András valóban, és Bárkovics Zoltán fordult el ottunk. Úgyhogy itt most kicsit nagy lögdösődés, mint ugye volt szombaton, illetve csak nagy fékezés van. Igen, ennyi mindig van ebben a kanyarban, általában több, de amit érdemes nézni, hogy Kis Norbert már az első kör felénél olyan szinten ellépett a többiektől. Nézd meg, a többiek most próbálnak valahogy zárkózni. Weber azért előző nap nem ment el ennyire. Nem mindenkinek sikerült ez a zárkózás, vagy megpróbált más utat választani, ami persze nem igazán szerencsés, tegyük ezt hozzá. Mindenki igazából ugye a gumikra panaszkodott az első nap, meg a futómű beállításokon. Gondolom, akkor megint csak egész nap. Igen, itt van a terelő hadművelet. Csúnya terelő hadművelet, közben Kis Norbert elment, és Weber Gábor forgott ki, miután összeakadt Gál Szabolcsal. Itt látszik a képen, hogy ő mit érzett belülről. Itt kapja a lökést. Hát és ugye innen már nagyon visszaút nincsen, illetve bármilyen hihetetlen van, mert óriási lélekjelenléttel azonnal kapcsol egy egyest. Itt Zollner Gyula fedélzeti kameráján látszódik még egyszer. Weber balra, kicsit Gál is lebillen az orra, próbálja visszahozni, nyilvánvaló forgás. Hát nagyon érdekes, teljesen megosztotta a mezőnyt, a felügyelők Weber Gábort látták, a versenyigazgató Gál Szabolcsot, és nyilván mindenki ahonnan látta, nézte. Igen, tehát ez egy nagyon nehéz szitu. Weber visszajött a versenybe, Gál Szabolcs is, de ott lehet látni azért áramos autót, hát elég cudarul néz ki az eleje. És aztán nagy titkot nem árulok el vele. Azt hiszem, egy idő után feladni kényszerült a versenyt Gál Szabolcs. Izin és Lukács csapott össze. Weber Gábor meg a mezőny után eredt, az előbb láttuk, hogy milyen hátrányból. Izin az előző ütközése után rendesen megviselte magát az autója. Lukács pedig jön be, ugye ő is. Hát ez lehet, hogy annak köszönhet, hogy mindenki jól beállította, amit be kellett. Gondolom, hogy futóművekre gondoltak elsősorban. Jó volt a gumiválasztás, itt megint egy lögdösödés, Zollner és Gál. Zollner megelégelte, hogy Gál mögé szorult, és valami pici lögdösödéssel próbál magának helyet csinálni. Igen, egyre ramatyabb az autó. Itt még tartotta a frontot Gál Szabolcs, de itt úgy tűnik, hogy már nem. Szóval eddig tartott, annyira lejött a lökhárító, hogy hát szinte lehetetlenség nem volt. Is a lökhárító, egyszerűen olyan romos állapotban van ilyenkor futómű, bármikor begyűrheted magad alá a lökhárítót, az defekthez vezethet. Itt lehet látni ugye a gumimaradványokat, maradékokat. Iszonyú meleg volt, tehát Téri Tamás hihetetlen, Bárkovics pedig jön le. És abban a körben rögtön mögüle Gál Szabolcs is. Tehát eddig tartott nekik a verseny. Ami eltört. Féltengelyen nekem. Na, ezt megtudtuk. Weber meg jön föl, onnan egészen a végéről, ahonnan egyébként Kontra György is elkezdett följönni. Itt egy nagy manőver. Szenkár Béla mögé ér teljesen közel. Ez pedig Jeremy Halford kamerája. Ugyanaz a kanyar. Ő se úszta meg. Nem ám. Cenkártól kapta az ütést, hát ugye innen megint föl kell állni, és nézd meg, hogy mennek el a többiek, ilyenkor szinte lehetetlen. Weber pedig csak küzdi föl magát, iszonyú meló. Tehát teljesen a végéről indulva, azt hiszem a végén a 7., sőt 8. helyre hozta be az autót. Kontra György a végéről, itt látszik a zöld autó, ő is a végéről hozta föl magát, és ott van már mögötte Weber. Másik nagy meglepetés ember, Paul House, aki elképesztő mekkorát fejlődött, szintén
az ötödik helyen zárt. Jó, nyilván ebben benne van az is, hogy álltak is ki előle. Déri András a képen. És Déri Tamás. Akinek ugye helyrehozták az autóját egy éjszaka alatt, mert tegnap miatta és volt. És egészen jó helyen autózott, a harmadik helyen. Tehát élete talán legnagyobb sikere előtt. Szóval meg ilyen légüres térve, sehol senki. Ugye ő a második helyen autózik. Weber hát valahol hátul, Kisnorbert pedig valahol a hatodikat. Igen, valahol egy űrkorszakot nyitott. Nézek, még most se látni mögötte senkit. És így be is a tizedik helyre tudtam elindulni a rajt. Úgy, ahogy sikerült, tehát nem volt fenomenális rajt. Aztán próbáltam tartani a pozíciót. Tehát közben jöttek a műszaki hívák folyamatosan, és hát küzdelem volt. Tehát tényleg komolyan, mint a tegnapi napot lemásoltuk volna ugyanaz. Hátulról mindenki meg akart előzni. Közben láttam, hogy sokan kiesnek előlem, és körülbelül éreztem, hogy a hatodik helyen vagyok. Mondom, ezt mindenféleképpen meg kell tartani, mert a pontversenyben nagyon sokat számít, akik előttem vannak, kiestek, és talán évvégén ez az egy-két pont fog számítani. Well, I had a really good start at the beginning. Although Mikkel nagyon Peter just volt behind me rajt, was very good start as well. He was alongside me in turn one. But I managed to keep outside of him and got ahead again. Ha jól értem, kívülről végül is sikerült valami úton módon megelőzni őt. I couldn't get past him and by the end of the race my brakes were. Déri Andrással is óriási csatát vívott, amikor odaért mögé. Őt már nem nagyon tudta meg, nem tudta körbeautózni, nem tudta megelőzni. De nagyon élvezte a versenyt, és nagyon elégedett. Dolgom volt, hogy a polt valahogy föltartsam, és tartsam azt a pozíciót, ami megvan, ami nem tudtam pontosan, hogy hányadik, mert nem tudtam, hogy hányan vannak előttem. Azt láttam még, amikor Gabi kipörgött, nem tudom, hogy vele mi történt, csak annyit láttam, hogy elforog, mert az nagyjából az elején volt. Aztán meg azt láttam, hogy a Bárkó kiáll, meg a Szabi is, és akkor már csak menni kellett, úgyhogy sokat nem tettem ezért a pozícióért. A tegnapi szalagkorlát után az sem volt biztos, hogy indulsz? Hát az autó nem úgy nézett ki, hogy össze tudják rakni, és a nyakam is nagyon fájt, mert terapi nagyon nagy testem. Hát hála égnek már elindultam végül, hogy sikerült a hatodik rajtkockát megszereznem a szabad edzésen. Éreztem, hogy egy picivel gyorsabb vagyok ennél, de mondjuk egy helyen lettem volna gyorsabb ennél. A verseny az kalandosan indult, voltak előzgetések, rengeteg körülés volt előttem. Néha előzgettük egymást a Várkovicssal, Gászabival. Miután megelőztem őket, illetve miután kiállt a Bárkovics, a Czoller annyira messze volt, hogy őt már nem tudtam utolérni. Én jobban szeretek úgy dobogós helyeket elérni, hogyha azért komoly küzdelem van. Hát ez egy komoly küzdelem nekem az első körben volt, amikor ketten is lerajtoltak, és akkor utána a Bárkovics Zolit sikerült visszaelőznem a sikánál, és akkor jó csatát vívhattunk volna szerintem a Gabi, a Szabin meg én, talán tudtunk volna a Kisnorbi után menni. Hát utána történt ez a sajnálatos eset a hármas kanyarban. Utána még a Szabi előttem volt, de hát akkor már szanaszét lógott minden az autójáról, tehát láttam, hogy sokkal gyorsabb vagyok. És amikor őt megelőztem, hogy gyakorlatilag vége volt a versenynek, mert a Szabival még vívtak a többiek, én meg tök egyedül autóztam. Megtaláltuk már a jó beállításokat, tényleg sokkal jó volt az autó, már a rajtelcsek vezető körökben is éreztem, hogy ez most jó lesz. Aztán hát mentem is az első két körbe. Szerintem tudtam is elhúzni egy kicsit a mezőnytől, a Gabi meg ugye hát belekeveredett a harcba a Szabival. Azt tehát rosszul jött ki belőlem, és sajnálok, mert így óriási elődjön lesz a bajnokság, meg minden, úgyhogy... De hát, megyünk tovább, ez van. Szörnyű gondok foglalkoztatják a fiatalembert, nagy az előnye. Menni kell tovább. A verseny végeredménye. Déri Tamás, a bronzérmes, és Déri András, az unokatesó, a negyedik, Paul House, ötödik hely, Mikkel Péter, Kontra György, mindenkinek gratuláció, és mindenkinek rajtuk kívül, akik befejezték a versenyt. 120 ponttal vezet Kis Norbert, kiváló. Azt hiszem Weber Gábor és Gál Szabolcs volt az összetetben a képzeletbeli dobogón. Ezekkel a képekkel pedig búcsúzunk, és találkozunk a jövőtön csütörtökön a hungaroringi verseny egyéb kategóriáival. Viszontlátásra! Viszontlátásra!